Sziasztok! Spisják Dániel vagyok, itt dolgozom az Emarsysnál, én is, mint ahogy a Margit is, és a security-val foglalkozom, és tényleg volt ennek egy előzetes előadása. Szerintem nagyon tuti volt egyébként, de arra jutottunk, hogy akkor értené meg ezt az ember nagymamája, hogyha a Bletchley Parkban takarított volna, és az Enigmának a darabjait ő rakta volna össze. Úgyhogy kicsit nem mondom, hogy downgrade-eltem, emészthetőbbé tettem az egészet, meglátjuk, mennyire sikerült. A sokak számára a kriptó az ugye egy fekete doboz, ez is itt lett az előadást, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy hogy működik. Ez be van zárva, úgy működik, ahogy kell, bedobok valamit, kijön valami, de igazából az, hogy működik, mert mennyire biztonságos, az annyira nem érdekel engem. Na ki az, aki egy kicsit ezt így gondolja, vagy ki az, aki tudja, hogy mi van a doboz belsejében? Nagyon jó, akkor ez nektek szól ez az előadás. Ha valaki esetleg megpróbálta volna ezt felfedezni így önszántából, akkor nagyon-nagyon hamar elég absztrakt gondolatokba ütközik. Tehát ilyen véletlen számok, ekkora képletek, kétszer, aminek csak akkor van értelme, ha a fölötte lévő 8 definíciót az ember érti, valószínűségszámítás, matek, stb. Na ez az előadás egy vezetett túra lesz ebben a dobozban, kicsit megnézzük azt, hogy ezt hogyan lehet emészthető formában eladni. És az ígéret az tényleg az, hogy ti is érteni fogjátok, hogy mi történik, és el is fogjátok tudni magyarázni, de nem a nagymamának, hanem egy barátotoknak. És itt a barát az szűken egy ilyen hasonló érdeklődési körrel rendelkező ember. Tehát, hogy valaki olyasmi, akinek úgy megvannak a bizonyos előképzettségei, de ezt nagymama is összeszedheti, tehát ezzel semmi baj nincs. A másik dolog, amit ebből el tudtok vinni, illetve nem is a másik ígéret, az az, hogy erről a témáról garantáltan többet fogtok tudni, mint a fejlesztőknek a 98%-a. Ezt nem mértem le, de az első előadás alapján ott a 100%-nál ezután többet tud az ember, tehát hogy ez jó lesz. Na, milyen állomásokat fogunk érinteni? Lesz egy rövid intro, mi az a kriptográfia, miért kell, milyen a jó kriptográfia, utána megnézzünk kriptografikus játékokat, ebből egészen pontosan 6-ot, majd hogy ezek micsodák, arról később lesz szó. A végén lesz egy rövid konklúzió, hogy hogyan lehet ezeket összeépíteni valami használhatóban, mert azért ezek elég absztrakt gondolatok, és a leges-legvégén pedig hát összefoglaljuk, és lehet kérdezni. Viszont mindenkinek azt javaslom, hogy inkább akkor kérdezzen, amikor felmerült a kérdés, mert ugye egy kicsit azért ezek építenek egymásra, és úgy el lehet azért benne veszni, ez a tapasztalat. Én egész sokat olvastam erről, úgyhogy én nagyjából értem, és jó esetben úgy is tudok válaszolni, hogy ezt mindenki más is megérti. Na, kezdjünk bele! Itt volt a... Oh, van klikker, szuper. Ez ott az intro. Na, mi az a kriptográfia? Van-e ötlet? Ezt a szót keressük. Meg is van. Görög eredetű. Minden jó szó görög eredetű. Nyilván a kriptó is. Van a kriptográfia szó, meg a kriptológia szó. A kriptó az a titkot jelenti egyébként, vagy a titkos, hát titkos, rejtett ilyesmit. A gráfia az az írás, tehát a titkos írás az egyik, a kriptológiából pedig a lógia szintén görög, ami a tanulmányozást jelenti. Na, szóval ez titkosítás, illetve biztonságos kommunikáció. Na, mire jó ez még? Ennyi volt, arra nem jó. Tömöríteni ezzel nem lehet, legalábbis nem érdemes, mert végülis valamit lehet vele csinálni, de azt utána nem nagyon lehet kitömöríteni. Tehát, úgyhogy arra annyira nem jó. Hitelesítésre, integritásvédelemre, letagadhatatlanságra, aláírásra, stb. Ha össze akarnánk ezt szummázni, akkor ez biztonságos protokollok és azoknak a vizsgálata. Oké? SSL, TLS, így titkosítunk, aláírunk, stb. Na, hol helyezkedik el ez a tudományban? Van-e valakinek ötlete? Segítek, igen. Van benne egy kis matek, van benne egy kis informatika, van benne még egy kis ilyen hardveres gépész, nem is tudom mi az electrical engineering, valami forrasztócsávó, így van, villamosmérnök. És az utolsó az a fizika. Na, mi köze lehet a fizikának ehhez, a kriptográfiához? Információemet nem rossz, nagyon jó. Entrópia, az is jó, lehet hardveresen a fizikai világot megszemlélve véletlen gyártani. De azt képzeljétek el, hogy ezt a fekete dobozt, ahogy ez a doboz viselkedik, ha hallgatunk rá, konkrétan a hangjára, vagy megnézzük az áramfelvételét, vagy az elektromágneses teret, amit ő generál maga körül, abból információt lehet kinyerni arról, hogy a doboz mit csinál. Na, ez nem szkópma. Tehát ilyet lehet csinálni, nem is triviális, de ha valakit érdekel, arra kell rákeresni, hogy side channel attacks. Oké? És akkor ezt így tip-top. Side channel, mint side channel. Így, tehát, ez a. Na, menjünk egy kicsit tovább. Nagyjából ugye itt helyezkedik el a kriptográfia, ahogy erről szó is volt. Vagy miért van szükség arra, hogy ez jó legyen? Kicsit segítek. A pénz miatt. Tehát ugye tehát valamire azt akarjuk, hogy jól működjön, akkor abba pénzt kell tenni. Vagy kivenni belőle. Mindegy, a lényeg, hogy a pénzügyi tranzakciók nagyon-nagyon-nagyon sokszor kriptográfiailag vannak biztosítva. Mire jó még? Például erre. Tehát, hogy ezzel, tessék? Szabadság, milyen szabadság? Szobor? Mindegy. Mire jó még? Az autóknak a kulcsa, amikor megnyomja az ember a kis open gombot, azért az nem annyira triviálisan működik, hogy az így kilök egy szignált, és az autó kinyílik. Tehát abba azért van kriptográfia. Vannak ilyen autók is, ahol így működik. Ez a márka, ez nem úgy működik. Tehát ez egy fokkal okosabb ennél. Biztonságos kommunikációra ugye szükségünk van erre minden nap. A szoftver update-ekre, tehát ugye amikor jön a Java, hogy update-elni akarja magát, lehet, hogy a Java pont nem, de mondjuk a Microsoft biztos, hogy aláírja az update-jeit, az Apple is aláírja, az iOS-en is ugye alá van írva. És mire jó még? Tik? Így van. A kriptovaluták, azok erre az iparágra építenek. Az sem szkóp ma. Milyen a jó kriptográfia? Milyen tulajdonságokat kell egy ilyennek teljesítenie? Biztonságos. Nagyon jó. A biztonságot definiáljuk mondjuk úgy, én 2 dolgot hoztam erre. Az egyik az a Shannonnak az alapelve. Ő azt mondta, hogy az ellenfél ismeri a rendszert. Oké? Okay? Tehát egy ilyen kriptográfiai rendszernek akkor is biztonságosnak kell maradnia, ha az ellenfél minden részletét, az utolsó kis bütyköt is ismeri rajta, kivéve a titkos kulcsot. Oké? Okay? Ezzel szorosan összefügg a tökéletes biztonság. Mit jelenthet ez? Ennyi volt rá gondolkodási idő. Tartanunk kell az időt, úgyhogy muszáj, de föl is akar, tehát engagement is kell, úgyhogy ez a trade-off benne. Szóval a perfect secrecy az azt jelenti, hogyha van egy üzenetem, amit el akarok titkosítani, ezt megtettem vele, akkor a titkosított üzenet semmilyen információt nem hordoz az eredeti üzenetről, amit ki lehetne belőle szedni. Oké? Okay? Ez egy elméleti dolog, ilyen nincs. Illetve elméletben van, de gyakorlatban nincs. Úgyhogy erre kitaláltak az informatikusok egy szemantikus biztonság nevű szót, ami nagyjából a felsőt jelenti, csak hozzárakott egy ilyet, hogy polinom időben. Ez azt jelenti, hogy ha van benne valamilyen információ, amit ki lehet nyerni, akkor azt ki lehet nyerni, de az nem könnyű. És az, hogy nem könnyű, ez azt jelenti, hogy polinom időben nem megvalósítható. Na, mi a polinomnak a változója? Az itt a kulcsnak a mérete. Oké? Okay? Tehát ha a kulcsméret kicsi, és polinom időben ki tudom ezt, tudjátok, hogy mi az a polinom idő, ugye? Egy egyszerű függvény. Tehát, hogy ha egyszerű függvények ki lehet számolni, akkor jó. Ha nagyon-nagyon sokáig tart, közelítsük inkább meg így, hogy ha van egy kulcsom, és azzal ki akarok nyitni valamit, akkor a legeslegrosszabb dolog, amit tudok tenni, hogy kipróbálom az összes kulcsot. Na, az exponenciális ideig tart, mert az 2 a... Ebben inkább nem menjünk bele. 2 a k-adikon, ahol k a kulcsnak a hossza bitekben. Utána megbeszéljük, mert egyébként ez egy nagyon érdekes. Az nem polinom, az exponenciális. Szuper! Menjünk tovább. Tudjuk, hogy mi ez, tudjuk, hogy mire jó. Hogyan szokták ezt ábrázolni? Általában. Az összes kriptográfiai modell az így kezdődik. Így van. Itt is ez van, abból indulunk ki, amit mindenki ismer. Alice és Bob. Na, ketten kommunikálni akarnak, ezt a vonal jelképezi, oda-vissza, és először nekiállnak kommunikálni plaintext üzeneteken keresztül. Mit jelent a plaintext? Ez egy nem titkosított valami, ebbe mindenki bele tud olvasni. Oké? Okay? Tehát ez a nyers üzenet, amiben nincsen se titkosítás, se semmi. Ha Alice azt akarja mondani, hogy hello, akkor itt, ezen a dróton pontosan az megy át, hogy hello. Mindenki, aki középen van, hogy hívják a támadót? Charlie. Mallory. Hát igen, mondjuk Mallorynek is szokták hívni, meg Eve-nek is. Mi most a Charlie-val megyünk, mert hozzátaláltam egy jó képet. Úgyhogy Charlie középen áll, és látja ezeket az üzeneteket. Ez nyilvánvalóan azért nem egy ideális állapot, ezért ezt egy kompromittált csatornának nevezzük. Minden, ami ezután fehér, üzenetben vagy vonalkában, nem üzenetben, ami fehér színű üzenet, az egy nyers üzenet, ami pedig zöld színű üzenet, az pedig titkosított üzenet lesz. Oké? Okay? De ezt majd mindjárt meglátjuk, hogy ez pontosan mit jelent. Szóval kitalálják, hogy titkosítsunk. És ez nagyjából ennyi. Tehát az ember megszületik, és pif, titkosít, onnantól kezdve. Szereznek két kulcsot. Ideális esetben azért ezek ugyanazok, különben azért nehéz dolguk van, ha szimmetrikus dologról beszélünk. És innentől kezdve ők titkos üzeneteket váltanak, amit a ciphertext szó, ami a szakmában jelez. Oké? Okay? Ciphertext titkos üzenet, plaintext nyers üzenet. A zseniális ebben, hogy innentől kezdve Charlie csak ezeket az üzeneteket látja, és fogalma sincs semmiről. Ha való életbe akarnánk rakni ezt a példát, akkor Alice egy böngésző, Bob pedig egy szerver. Próbáltam olyan ábrákat választani, hogy ezt nagyjából el lehessen képzelni. És mondjuk lehetett volna lecserélni, mindegy, Alice egy böngésző, Bob pedig egy szerver. És ők HTTPS-en kommunikálnak. Rendben? Ez nagyjából ez a szenárió, amit most akarunk vizsgálni. Akkor jó a rendszer, ha Charlie itt középen semmilyen információt nem tud kinyerni arról, ami itt zajlik. Oké? Okay? Ez a szemantikus biztonság, ha polinom időben ezt nem tudja megtenni. Nyilvánvalóan, ha kipróbálja az összes kulcsot ezekre az üzenetekre, akkor menni fog neki, de az nagyon-nagyon-nagyon sokáig tart. Oké. Okay. A kriptografikus játékokat úgy szokták felírni, hogy milyen támadási képességekkel rendelkezik Charlie. Tehát mi az, amit Charlie tud extrában, azon kívül, hogy megfigyeli az üzeneteket. Az első játékunkban Charlie egy olyan információnak van tudatában, hogy Alice mindig a Hello Bobbal köszön. Oké? Okay? Tehát ő ezt előre tudja. A kérdés az az, hogy ebben az esetben mit tud kiszedni Charlie ebből az egész sémából. Ezt a játékot úgy hívják, hogy ismert nyers üzenet támadás, vagy sokkal ismertebb néven known plaintext attack-nek hívják. A következőt kell elképzelni, nézzük meg, hogy mi a játéknak a szabálya. Ugye ketten kommunikálnak, Alice és Charlie, Alice és Bob, Charlie pedig középen áll. Na mit lát Charlie, vagy mit tud Charlie? Ugye egyszer látja a titkosított üzenetet, oké? Okay? Ő a titkosított üzenet, zöld boríték, és tudja, hogy mi az üzenetnek a nyers párja. Oké? Okay? És az a feladata, hogy ebből a kettőből valami mágia folytán kinyerje a kulcsot. Teljesen triviális. Ha ezt meg tudja csinálni, akkor ő nyert, ha nem tudja megcsinálni, akkor nem ő nyert. Nyilvánvalóan az, hogy ugye ahogy beszéltünk róla, az, hogy az összes kulcsot kiszámolja és próbálkozik, az nem érvényes ebben az esetben. Valamit olyasmit kell csinálnia, ami ennél jobb, vagy ennél célra vezetőbb, mint kipróbálni az összes kulcsot. Egy kicsit egyszerűsítsük le ezt a témát, illetve nem is, ez nagyjából ennyi. Hol alkalmazták ezt, vagy milyen problémákat, milyen olyan encryption algoritmust ismertek, amit ami ezen nem megy át? Az majd jön. De köszönöm, menjünk egy egyszerűbbel, amit úgy hívnak, hogy XOR encryption. A XOR encryption az nagyon egyszerűen működik, úgy titkosítunk, hogy van egy nyers üzenetünk, elkszoroljuk a kulccsal. Ez azt jelenti, hogy fogjuk a nyers üzenetet, bitekké alakítjuk meg a kulcsot, és bitekké alakítjuk, és így összegszorolgatjuk őket, és ez lesz a ciphertextünk. Visszafelé pontosan ugyanez zajlik, csak más színekben. Na ebből teljesen triviálisan látszik, hogyha Charlie tudja a fehér borítékot és a zöld borítékot, akkor pontosan egy művelet neki kiszámolni a kulcsot. Ez nem ideális, ugye? Ezt el tudjuk képzelni. Na hol volt ilyen a való életben? Ugye? Azért ez nem volt ennyire egyszerű, tehát hogy itt azért nem ennyire egyszerű volt, de ezt a típusú támadást használták hát attól függ, hogy ki az ölágy, de hát a szövetségesek arra, hogy feltörjék az Enigma kódját. Milyen üzeneteket tudtak például? Tessék. De... Ja, így van. Tehát tudták a Heil Hitlert, én azt hittem, hogy az üzenetek lezárását, de igen, tehát tudták azt, hogy Heil Hitlerrel kezdődik, és tudták az időjárás például, hogy milyen időjárás van, és ezt tudták használni arra, hogy feltörjék ezt a kis masinát. Oké, menjünk tovább. A következő modell, ami egy kicsit erősebb, tehát a támadónknak még egy kicsit több információja van, ez pedig az, hogy Charlie rá tudja venni Alice-t, hogy valamit mondjon Bobnak. Tehát tetszőleges fehér borítékot el tud titkosítatni Alice-szel, amit ő utána itt meg tud nézni. Oké? Okay? Ezt úgy hívják szakszóval, hogy encryption orákulum, illetve titkosító orákulum. Ez nagyjából azt jelenti, hogy van valami entitás, aminek ha adok valamit, az betitkosítja, és én ezt meg tudom nézni. Oké, okay? Ennyit kell erről tudni. Jelen pillanatban ezt Alice fogja nekünk képviselni. Hogy lehet ezt a való életben megvalósítani? Gondoljuk arra, hogy van egy HTML oldalka, amit Charlie üzemeltet, mint egy szakember. Tehát Charlie üzemelteti, elküldi Alice-nek, hogy látogassa meg, és Charlie olyan JavaScriptet injektált abba az oldalba, ami Bobnak a szerverével kommunikál. Oké? Okay? Tehát ilyen Ajax requesteket küldözget Bobnak a szervere felé. Valaki bólogasson. Ott volt két ember, megyünk tovább. Szóval így idézhető ez elő, hogy Charlie valahogy befolyásolni tudja azt, hogy Alice milyen üzeneteket fog eltitkosítani. Na, egyszerűsítsük le ezt a dolgot. Ja, nem, a kérdés az ugye megint, hogy mit tud ezzel az információval kezdeni Charlie. Mindjárt meg is látjuk. Ezt a típusú támadást hívják úgy, hogy chosen plaintext attack, mint hogy én választom meg, illetve a támadó választja meg azokat a nyers üzeneteket, amik el lesznek titkosítva. Oké, egyszerűsítsük le a dolgot. Bobot kiszedjük a képből, mert ő úgyis csak a szerver, az meg ugye működik, és ezzel nincs gond. Charlie és Alice között zajlik a lényeg. Hogy néz ez ki? Először ugye Charlie azt mondja Alice-nek, hogy hé, itt van egy üzenet, és ezt megteheti nagyon-nagyon sokszor. Tehát nagyon-nagyon sok üzenetet rá tud zúrítani Alice-re, és Alice vissza fogja adni az összesnek a titkosított változatát. Ami ebben amit itt meg kell jegyezni, az az, hogy Bob nem építheti a saját nyers üzeneteinek a struktúráját arra, hogy egy előző üzenetnek mi volt a titkosított formája. Ennek nekifutunk még egyszer. Nem teheti meg azt, hogy küld egyet, megvár egyet, és ennek a kimenetétől függően választja meg a következőt. Oké? Okay? Tehát választ 100-at, elküldi a 100-at, és visszakapja a 100 titkosított formátumot. Azt nem csinálhatja meg, hogy választ egyet, elküldi, visszakapja, és amit választod, az alapján, ha ez így néz ki, akkor ezt csinálja, ha az úgy néz ki, akkor azt csinálja. Rendben? Tehát 100-at választ, elküldi, 100-at kap vissza. És utána a feladata rendkívül egyszerű, választ két üzenetet, tetszőlegeset, elküldi Alice-nek, Alice választ a 2 üzenetből egyet, valamelyiket, véletlenszerűen, és azt eltitkosítja. Bobnak a feladata, illetve Charlie-nak a feladata, Bob már rég nincs, már nem is lesz, Charlie-nak a feladata megmondani azt, hogy a zöld borítékban a kék boríték van eltitkosítva, vagy a sárga boríték van eltitkosítva. Oké? Okay? Ha ezt meg tudja mondani, az azt jelenti, hogy valami olyan információt tudott összeszedni ezen a ponton, ami segített neki abban, hogy ezt a két üzenetet megkülönböztesse. És ideális esetben, ugye mi volt a szemantikus biztonság, hogy a zöld boríték semmilyen információt nem hordoz a kékről és a sárgáról. Oké? Okay? Ha hordoz, akkor ezeket el lehet dönteni. Jobb, mint 50% valószínűséggel. Ha Charlie csak véletlenül tud tippelni, az nem jó. Ha egy kicsit is jobbat tud, mint a véletlen, akkor ő nyert. Tehát nagyon-nagyon kis dolgot kell teljesítenie azért itt. És a kicsi az tényleg nagyon kicsi. Ha erre nem képes Charlie, akkor azt mondjuk arra az algoritmusra, rendszerre, hogy az az algoritmus a szemantikailag biztonságos a chosen plaintext támadás szempontjából. Ez szakma. Real life szenárió, Enigma. Ugye? Ugyanaz. Hogyan használták ezt? Ez egy nagyon-nagyon érdekes történet. Azt csinálták, hogy a szövetségesek elmentek egy olyan helyre, ahol nem is járt német. Soha. És egy csomó aknát raktak le. Aztán nézegették a német kommunikációt, és várták, hogy valaki majd azt mondja, hogy ho-ho, akna van ezen a környéken. Meg is jött az információ, tehát itt a szövetségesek azt tudták befolyásolni, hogy a németek milyen üzeneteket fognak eltitkosítani. Olyannyira jól működött ez a taktika, hogy adtak neki egy zseniálisan jó nevet, a kertészkedést. Végpedig azért, mert hogy úgy el kellett ugye plentelni ezeket az aknákat, és hát mit plentel az ember? Növényeket, és a növényeket a kertészek plentelnek, úgyhogy kertészkedésnek hívták ezt a dolgot. Menjünk tovább. a nem triviális, de levezethető, hogyha ennek meg akarunk felelni, ennek a játéknak, akkor egy üzenetnek a titkosított mása, ahányszor azt az üzenetet eltitkosítjuk, mindig másnak kell lennie. Oké? Okay? Mert ha ugyanaz lenne, akkor nagyon könnyű lenne megkülönböztetni. Emiatt van szükségünk az IV-kre és a nonszokra. Az, hogy ezek micsodák, azt mindenki lookupolhatja magának otthon. Annyira kell gondolni, hogy ezek azok a kis darabkák, amik azért vannak, hogy ennek a játéknak megfeleljünk. Triviális. Annyit kell még tudni, hogy ez nyilvánvalóan egy erősebb támadási forma, mint az előző, hiszen az előzőben csak tudtunk valamit, itt abszolút befolyásolni tudjuk a dolgot. Tehát ez, kvázi az előző, az részhalmaza ennek. Menjünk tovább. Vissza. Ó, és itt van megint Bob. A következő támadási forma az még érdekesebb, ahol azt mondjuk, hogy Charlie-nak hozzáférése van egy decryption orákulumhoz. Ez ugyanaz, mint az encryption orákulum, csak most ezt a kristálygömbje elképezi, mert ezt azért nem olyan triviális előállítani egy ilyet. Arra kell gondolni, hogy Charlie képes arra, hogy bármilyen üzenetet, amit itt elkapott, azt ki tudja titkosítani, és megtudja ennek a titkosított mását. Az igazi világban, már hogy a in real life, ezt nagyon-nagyon nehéz előidézni, de nem is szükséges, hogy ez a teljes játék előálljon. Ami szükséges az az, hogy Charlie el tudjon küldeni valamilyen titkos üzenetet valakinek, aki attól függően, hogy a titkos üzenet tartalma micsoda, máshogyan fog viselkedni, amit Charlie meg tud nézni. Oké? Okay? Tehát van egy üzenetem, elküldöm neki, és ha hátat fordít és elrohan, vagy felém jön, ez egy különböző viselkedés, és ez alapján fel lehet törni egy ilyen rendszert. Igen, ezt mindenki tudta. Oké, menjünk tovább. Hogyan fordulhat ez elő? Való életben. Kicsit nehezen, de gondoljunk arra, hogy van egy HTTPS-es weboldalka, és az üzenet, amit küldünk, az vagy hibaüzenetben végződik, vagy valami nagy kontentet visszaküld. Oké, ebben az esetben Charlie el tudja dönteni, hogy most valami olyat mahinált, ami nem rontotta el nagyon, vagy valami olyat mahinált, ami nagyon-nagyon elrontotta ezt az üzenetet. És ez már elég lehet neki ahhoz, hogy feltörje az egész dolgot, és megszerezze a kulcsot. Ezt a játékot, ja, és mit tud elérni? Hát ezt majd mindjárt megnézzük. Ezt a játékot hívják úgy, hasonlóan az előzőhöz, hogy chosen ciphertext. Ugye? Az előzőt úgy hívták, hogy plaintext, mert nyers üzeneteket választhatott, most chosen ciphertext van, mert ciphertexteket válogathat. Szintén leegyszerűsítjük a dolgot, Bob eltűnik. Az előzőekben ismert, tehát a known plaintext attack által volt lehetőségei, azok itt is megvannak, tehát ez ugyanaz, a felső. Bármennyi üzenetet eltitkosíthat, de nem építheti egymásra ezeknek a dolgait. Amit még ezen kívül megtehet, hogy elküld egy tetszőleges titkosított borítékot, akár olyat is, amit innen kiszedett, nagyon-nagyon sokat, ugyanúgy 100-at, és ennek visszakaphatja a kititkosított másait. De ezt is csak úgy 100-asával. Tehát elküldtem neki 100-at, és 100-at kapok vissza, nem építheti az új zöld borítékokat a fehéreknek az eredményére. És a feladata ugyanaz, két üzenet, eltitkosítottuk, el kell döntenie, hogy melyik volt az az üzenet, ami el volt titkosítva. Oké. Ugye ez triviálisan erősebb ez a támadás, mint az előző. Teljesen, tehát mert ugye itt megvan az előzőben is a lehetősége, meg megvan még emellett az, hogy ki is tud titkosítani. A probléma ezzel az, mint mondtam, hogy ez nagyon teoretikus, viszont ez nem azért teoretikus, mert ezt nehéz előidézni, hanem mert nehéz előidézni olyat, hogy ne tudja egymásra építeni a válaszokat. Tehát ennek a támadási formának van egy nagy testvére, ami sokkal-sokkal praktikusabb, és ez az, ami a következő játék, vagy ez az, amiről a következő játék szól, ez pedig azt mondja, hogy adaptív az egész. Ez azt jelenti, hogy nem csak 100-asával tud batcheket küldeni, hanem elküld egy üzenetet, megkapja rá a választ, és ennek függvényében küldheti a következő üzenetet. Az eleje ugyanaz, csak most már középen ismételhet, tehát nem batchekbe, hanem ahogy beszéltünk róla, és a másik is pontosan ugyanez, annyit titkosít ki, amennyit akar. A feladata ugyanaz, mint az előbb, eldönteni, hogy melyik üzenet az, amit utána Alice betitkosított. Ez már egy nagyon-nagyon-nagyon erős támadási forma, és pont ezért van releváns real life szenáriója. Hagyjuk ezt inkább. Szóval, hogy Az Apple-nek az iMessage-ét, az pontosan egy ilyen támadási formával törték fel, ami azért nem triviális. Tehát ha valaki ismeri az Apple-t, nézegeti, hogy miket csinálnak, akkor azért látszik, hogy ez azért meló volt. És azt kell ebben látni, hogyha ez alatt a támadási forma alatt feltörhető ez a rendszer, az nem azt jelenti, hogy az előzőek alatt is feltörhető. Oké? Okay? Tehát az összes előző típusú támadónak ellenállt az iMessage, de ennek a típusúnak már nem. És ez az a típus, aminek a leges-leges legtöbb hát ilyen ereje van, kvázi. Még egy real life szenárió, az SSL V3-at is pontosan ugyanezzel a trükkel sikerült egy kicsit ártalmatlanabbá tenni. Márhogy támadó szempontjából, ugye ártalmatlan volt az egyébként is, de hogy támadó szempontjából így lehetett megsemmisíteni, ez a jó szó rá. És ugye, ahogy az előbb beszéltünk róla, ez is triviálisan erősebb, mint az, amikor csak egyet választhatsz. Igen, Gergő. Igen, tehát amit ott kihasznál az ember, az is ott egy orákulum, azt ott egy timing orákulumnak hívják, ami egyébként szintén használható itt is. Tehát visszaugrunk ide. Mindegy, a kristálygömb, kiemlékszik a kristálygömbre, kezeket fel. Nagyon jó. Tehát, hogy a kristálygömb az lehet egy timing orákulum is, annak nem kell egy teljes dekripciós orákulumnak lennie. Elég az, hogyha máshogy reagál, más időben számolja ki a két üzenetet. Oké, itt már voltunk. Mi az, amit eddig kényelmesen kihagytunk az egész dologból? A legelején. Tss, így van, a kulcsot. Milyennek kell lennie egy kulcsnak? Véletlennek, persze, nagyon jó. Na hogyan csinálunk véletlen kulcsokat? Elhesseljük. Lehet hesselni, mert egyébként a hash függvényeknek a kimenete az egyik ilyen requirementjük, az az, hogy vannak olyanok, amik legyenek véletlenek, tehát az a célja egy hash függvénynek, hogy legyen véletlen a kimenete, vagy véletlennek tűnő. Lehet ezzel is, de mondjuk csinálják is ezzel, tehát végül is nem ördögtől való, de menjünk egy kicsit lejjebb, egy-két szinttel, és sokkal egyszerűbb pontra, amit úgy hívnak, hogy pseudo random number generátor. Ez nagyon egyszerűen működik, végtelen egyszerűen, beledobunk pár véletlen bitet, van benne egy csomó dobókocka, de ilyen nagyon-nagyon sok, és rengeteg random bit jön ki belőle. És akkor néha meg kell rázni, hogy ugye még véletlenebb legyen. A megrázás az itt szinonimája annak, hogy újra szídeljük a random generátort. Oké? Okay? Na, egy random generátornak milyen tulajdonságai vannak? Egyik, amit szeretnénk tőle, az az, hogy legyen random. Tehát azt mondjuk, hogy ezek a bitek, mi lenne, hogyha valaki csak ezeket a biteket látja, akkor nem tudja prediktálni, hogy mi a következő. Oké, ez elég jó, mert hogy azért ezeket a biteket úgy össze lehet szedni, de azt mondja, ez a should be unpredictable, hogy ne lehessen megmondani az előző kimenetek alapján a következő kimeneteket. Hogyan lehet ezt tesztelni? Van erre egy játék. Ez az 5. játékunk, ezt úgy hívják, hogy a next bit test. Egyik oldalon a PRNG-nk, másik oldalon Charlie. Ugye a gonosz, hívjuk így. És azt mondja, hogy add ide a következő bitet, a random generátor odaadja neki, mert teljesen illedelmes, és utána ezt rengetegszer ismételheti Charlie. Tehát annyi random számot kér el a random generátortól, amennyit csak akar. És utána azt mondja, hogy most megvagy, dobókocka, a következő bited az a nagy B. És utána Charlie mit csinál? Megkérdezi a következő bitet, amit visszaad a random generátor, és ha eltalálta, akkor nyert. Ugye azért ezt nem nehéz eltalálni, tehát 50% esélye van erre. A trükk az az, hogy akkor nyer Charlie, hogyha nem tud jobban tippelni, mint 50%. Oké? Charlie továbbra is egy polinom, ahogy ez a haján látszik. Igen, ha jobban tud tippelni. Tehát de egyébként, ha rosszabbul is tud, az is azt jelenti, hogy... Ez a jó ebben! Ez a jó ebben! Tehát igen, tehát hogy ha sose találja el, akkor is nyert. Tehát, ha szignifikánsan különbözik az 50%-tól az, hogy mennyivel találja el, akkor nyert. Ez olyan, mint a ZH-n az 5-ös kap, aki mindet elrontja. Ugye? Szakember. Na, szóval, ahogy Charlie továbbra is polinom idejű, ez azt jelenti, hogy bármennyi bitet kinyerhet, és utána bármilyen polinom idejű függvényt futtathat. Össze-vissza. És utána ez alapján meg kell mondania ezt. Oké? Okay? Menjünk egy kicsit tovább. Ez nem elég ahhoz, ez a tulajdonság, hogy a következő bitet nem lehet prediktálni, ahhoz, hogy valami kriptográfiailag biztonságos legyen. Na mire van még szükség ehhez? Ez most egy rendkívül is matematikai definíció lesz a következő, hát véletlennek kell tűnnie. Tehát a mindenféle statisztikai teszten át kell ennek mennie, már hogy a kimenetnek. Tehát nyilván, hogyha a kimenetünk az egy ilyen színusz görbét ír le, az nem jó, tehát az nem fog átmenni. Ezen valamilyen véletlenszerű dolognak kell lennie. Olyannyira véletlenszerű dolognak kell lennie, hogy erre mindenféle teszt van. Tehát ha te netán esetleg valaki itt a csoportban szeretne egy véletlenszám generátort standardizálni, akkor megírja otthon, ennyi a feladat, és utána beküldi egy versenyen, ennek ilyen versenyei vannak, és ott rengeteg ilyen statisztikai tesztnek fogják alávetni, és ha nyer, akkor potenciálisan ő lehet a következő véletlen számgenerátor az ilyen-olyan protokollban. A mindannyiunk kedvence, az amerikai kormánynak az NSA-je, ezt végig is csinálta, valaki leült, bár lehet, hogy többen voltak, írt egy ilyen random számgenerátort, a Dual ECDRBG nevű csodát, elküldte azt, hogy hova, az mindegy, ott majdnem megnyert valamit, és beválasztották standardnek. Na most az volt a csodálatos ebbe az algoritmusba, hogy bizonyos paraméterek mellett nem volt véletlen a kimenete. És ez azért volt zseniális, mert adtak neki egy szertifikációt, hogyha te ezt használtad, akkor te ilyen-olyan compliant voltál, de csak akkor, ha azokat a speciális paramétereket használtad, amivel nem volt véletlen a kimenet. Na ezért volt ebből ekkora baj. Vagy hát kinek baj? Hát az a nagymamám azért nem kapott emiatt szívbajt. Hát erről megosztanak a vélemények, hogy ez egy ilyen honest mistake volt, vagy direkt. Ezt mindenki eldönti magának. Szerintem benne voltak. Tehát, hogy ott valaki azért ezt... Bár mondjuk nagyon könnyű elrontani, tehát ilyet nehezebb gyártani olyat, ami tényleg random, mint olyat, ami nem random. Olyat, ami nem random, olyat én is tudok gyártani egy pillanat alatt. Igen, tehát itt mindenki, vagy hát sokan. Funkcionálisan is lehet. A következő, amit meg kell tennie, az az, hogy át kell menni ezen a next bit testen. Na most a csodálatos az az, hogyha ezen átmegy, akkor ezen is átmegy. De vannak olyanok, amik ezen nem mennek át, viszont ezen átmennek. Azok egy kicsit butábbak. És a legcsodálatosabb, kicsit már ilyen kriptikusabb tulajdonság is, ez az, hogy van ez a state compromise extension. Na ennek ellen kell állnia. Na mi a fenét jelent ez? Nem árulok el nagy titkot, ha ennek a doboznak, azt mondom, hogy ennek a doboznak van egy állapota. Nem funkcionális ez a doboz. Tehát, hogy van állapota, és ez azt mondja ki, hogy ha bármelyik pillanatban én a belső állapotot megismerem, akkor nem vagyok képes arra, hogy az előzőleg generált véletlen számokat megtudjam. Oké? Okay? Tehát amikor generálok egy véletlen számot, ez kiköp egy véletlen számot, és változtat az állapotán. És az a gondolatom, hogyha megtudom az állapotát, akkor nem tudom az előző addig generált véletlen számokat megmondani. Ezt jelenti ez az ikon. Illetve még egy-két dolgot, de azt mindenki megnézi magának. Erre kell rákeresni, erre a State Compromise Extensionre. A lényeg az, hogy ennek az ilyen eléggé rocksolidnak kell lennie ahhoz, hogy ez jól működjön. Tudunk titkosítani, tudunk kulcsot előállítani. Mi az, ami még kellhet ahhoz, hogy valami aztán igazán biztonságos legyen? Van key exchange, van kulcs hosszúság is. Ez mind a kettő jó, mert az nem triviális, hogy hogyan kapja meg a másik oldal a kulcsot, de az szerencsére nem is scope most, azt majd itt utána megbeszéljük, vagy majd meg lehet kérdezni. Ami csoda? Postagalomb az jó, maradjunk az integritásnál. Tehát azt akarjuk, hogy az elküldött üzeneteinkkel ne lehessen babrálni. Tehát titkos ugyan, de ha valaki belebabrál, akkor teljesen össze-vissza dolog lesz a végén, és még lehet, hogy véletlenül úgy babrál bele, hogy még értelmes is lesz a vége. Tehát azt akarjuk, hogy ne lehessen belebabrálni. Tehát kázi rádobunk egy ilyen pecsétet. Mondjuk nincs összehajtva, tehát hogy hivatalosan ez össze van hajtva, és úgy van rajta a pecsét. De mindegy, oda tudjuk képzelni. Ezt a pecsétet szaknyelven úgy hívják, hogy Message Authentication Code, vagy MAC. Nem a gép MAC, nem is a MAC address MAC, hanem ez egy másik MAC, három betűs rövidítés. A Message Authentication Code. Ez azt mondja, hogy ha ez jó, akkor... Már hogyha a kapófél kiszámolja ugyanezt a kódot az üzenetre, és ha mellé csatolt kód az egyezik, akkor minden rendben van, de ezt igazából le is rajzoltam. Van egy zöld üzenetünk, ami egy titkos üzenet, fogunk mellé egy kulcsot, lehet ugyanaz a kulcs, amivel titkosítottuk, de lehet egyébként egy másik is, és ebből gyártunk egy lakatos üzenetet. Oké? Okay? Igazából nem egy lakatos üzenetet, hanem egy üzenetet meg egy lakatot. Sőt, igazából csak a lakatot gyártjuk le ezen a ponton, de menjünk azzal, hogy lakatos üzenet, mert hogy ez az, amit utána elküldünk. Mit szeretnénk, hogy ez milyen tulajdonságokkal rendelkezzen? Ugye azt szeretnénk, hogyha ezt nem lehetne könnyen megcsinálni a kulcs nélkül. Vagy ha a kulcs nélkül is könnyen meg lehet csinálni, akkor azért ennek nem sok értelme van, ezt most nem vezetjük le, de házi feladat. El is érkeztünk a hatodik játékhoz, amit úgy hívnak, hogy Existential Forgery. Ki tudja, ez mit jelent? Van időnk úgy, hogy most ezen lehet gondolkodni egy 10-15 másodpercet. Nagyon sokféle forgery van. Az Existential Forgery az azt jelenti, hogy valamit sikerült forgeolni. Tehát, hogy se nem azt, amit te akartál, se nem egyelőre tudott valamit, de hogy valahogyan ez sikerült. Na ez az, amiről a játék szól, hogy semmi esetre sem nem kerülhet olyan helyzetbe a támadó, hogy végre tud hajtani egy ilyen Existential Forgery támadást. Hogy néz ez ki? Egyik oldalon Alice, másik oldalon Charlie. Zöld üzenet lakatolva. Ez ugye azt jelenti, hogy Charlie képes arra, hogy tetszőleges... Ott akartam nézni a pointer, de ott nincs ott. Szóval, hogy Charlie tetszőleges üzenetet alá tud iratni Alice-szel. Rendben? Tehát bármilyen üzenetet. Akár adaptívan is csinálhatja ezt, akkor adaptív Existential Forgery-nek hívják. Most maradjunk abban, hogy elküld 100 üzenetet, és visszakap 100 üzenetet, ami alá van írva. És utána a nagyon egyszerű dolgot kell tennie, elő kell állítani egy olyan üzenetet, ami nem egyezik azokkal, amiket ő beküldött, más rajta a lakat, és ennek ellenére Alice azt mondja rá, hogy ezt én írtam alá. Nagyon egyszerű, na ilyet azért gyártani nem olyan egyszerű. Ha átmegy valami ezen az Existential Forgery támadáson, akkor azt mondjuk, hogy mindegy, hogy mit mondunk, mert azt mondjuk, hogy ilyen non-malleable, under chosen message, jó, mindegy, hogy mit mondunk, akkor megfelel valami csodának, ha ezen átmegy. És azt a csodát, azt mi akarjuk, azt a csoda tulajdonságot. Hogyan szokták ezt általában használni, vagy hogy találkozhattatok ezzel ti is, akár? Hogy is van ez a certificate-ben? Van aláírás, de az nem ilyen aláírás. De hasonlóan működik egyébként. Igen. Hash az nagyon jó. Azt szokták csinálni, hogy fognak egy hash algoritmust, és van ez az HMAC nevű konstrukció. Aki nem ismeri, annak fölraktam a blokk diagramját. De ezt a hát kell itt nézni igazából. Az a gondolat, hogyha ez a H, ez biztonságos, ami azt jelenti, hogy tehát a hash, amit használ az HMAC, az biztonságos, akkor az HMAC konstrukció az rendelkezni fog ezzel a csoda tulajdonsággal. Na most mit jelent az, hogy egy hash függvény biztonságos? Ez házi feladat megnézni. Ennek van ilyen 3-4 property-je, aminek teljesülnie kell, egyáltalán nem bonyolult. Csak most nincs rá időnk. De majd utána, ha valaki megkérdezi, akkor megmondom. Amit ezt a való életben, ahogy ezt használják, az mindenki számára ismerős, a JWT token, ugye? A JWT token azt mindenki használja, mert hogy az ilyen cool, hipster, néha azért arra is jó, amire használjuk, és egyébként HMAC-re épül. Tehát a belsejét, az üzenetet, nem kell, hogy az titkos üzenet legyen, tehát azt a belső üzenetet, azt alá lehet írni, mellé lehet rakni egy ilyen tokent kvázi, ami azt mondja, hogy ha valaki módosít az eredeti üzeneten, akkor ez a token ez már nem lesz érvényes arra az üzenetre, és az üzenet csak akkor érvényes, ha a token is érvényes, ha a token érvényes arra az üzenetre. Erre biztosan vannak jó kis videók, ahol ezt így elmagyarázzák. Ha valaki nem érti, megkérdezi utána. Hogyan lehet ezt az összes dolgot összerakni? Ugye mit érintettünk eddig? Érintettünk, hát az elején beszéltünk a kriptóról. Mi az a kriptó? Miért van rá szükség? Milyen a jó kriptó? Tud-e valaki bármit mondani ezek közül, hogy mi maradt meg? Milyen a jó kriptó? Milyen tulajdonságokkal rendelkezik? Biztonságos, ez már jó, csak ezt még az előadás előtt is tudtátok. Shannon, így van, jó van. Végül is. Egyébként ez nem a ti hibátok, hanem az enyém. De biztonságos. Tehát biztonságos van Shannonnak az alapelve, ez az ellenfél ismeri a rendszert, ugye? Meg van ez a szemantikai biztonság. Lookup-on lehet otthon, a szlájdok majd elérhetők lesznek, meg a nócok is benne. Utána néztünk 6 játékot, ugye? 4-et néztünk titkosításra. Mik voltak ezek? Volt a known plaintext attack, ugye, amikor az ellenfél ismerte az üzenetet. Volt a chosen plaintext attack, amikor választhatott egy üzenetet. Volt egy chosen ciphertext, ugye, amikor választhatott egy titkos üzenetet. Meg volt az adaptív chosen ciphertext, amikor tetszőleges titkos üzenetet választhatott az előző dekripciók kimenete alapján. Volt egy definíciónk a véletlenre, ugye a PRNG-re, a dobókockás doboz, hát ha így könnyebben megvan, illetve volt egy a MAC-re, a Message Authentication kódra, hogy azt mikor nem lehet, hát kvázi hamisítani. Hogyan lehet ezt az egészet összerakni egybe? Mi az a protokoll, ami ezt mind használja? A TLS. Na, szakma. Igen, a TLS. Tehát a TLS az pontosan erre a dologra épül. Miközben a handshake zajlik, közben van benne egy véletlen számgenerátor, ami véletlen számokat generál, és maga a protokoll, miután megvolt a handshake, utána a titkosítást az block cipherekkel oldja meg, vagy hát lehet stream cipherezni is, de most mi a block cipherekről beszéltünk, és van benne egy HMAC, vagy hát valamilyen MAC, ami azért felel, hogy ne lehessen hozzá nyúkálni ehhez az üzenethez. Tehát maga a TLS kapcsolat az ad nekünk egy konfidencialitást, tehát titkosítottan tudunk kommunikálni, a középen lévő ember nem tud meg semmit polinom időben az üzenetünkről, ad nekünk integritást, tehát nem lehet belebabrálni, meg egyébként ad valamennyi autentikációt is, az most minket annyira nem érint. Szerintetek milyen biztonsági sémának felel meg ez? Tehát, hogyha ott a titkosítósokat nézzük, melyiket tudja átverni, vagy melyik az, amivel nem lehet megfogni ezt a protokollt. Volt 4, lőjük be a szintet, szavazzunk. Ki az, aki szerint az első szinten, vagy az első szint az a known plaintext attack volt, ugye? Ki az, aki szerint azzal még nem lehet megfogni ezt a protokollt. Így mindenki rakja fel a kezét, és rakja le az, aki úgy gondolja, hogy ott baj lesz. Ki az, aki szerint a másodikon elbukik. Na jó, harmadikon elbukik. Negyediken elbukik. Negyediken se bukik el. Van itt egy-két szakember, tehát ez a dolog, ez a negyediken se bukik el. Ez nagyon-nagyon ki van találva. És ez szorosan kapcsolódik az egyik olyan dologhoz, amit ebből el kell vinnetek ebből az előadásból. Ez 3 dolog. Az első az, hogy a TLS az nagyon ki van találva. És ne akarjunk saját magunk titkosító algoritmust írni, mert nehéz. És azt láttuk, hogy itt minek kell megfelelni. Most azt kell elképzelni, hogy mindezt úgy kell megcsinálni, hogyha jön egy ilyen Charlie, vagy Charlie had, tehát rengeteg Charlie, és van a kis dobozunk, és ők odaülnek mellé ilyen elektromágneses érzékelőkkel, meg hallgatóznak bele, meg áramfogyasztást mérnek rajta, na akkor is mindenen átmenjen. Ez azért nem triviális. A TLS-nek bizonyos implementációi tudják ezt, nem mindegyik, illetve van itt egy ilyen csoda library, egy libsodium nevű library, ez egy C library, amiben implementálva van rengetegféle cipher. A lényeg az, hogy nem lehet rosszul használni. És ezért nagyon-nagyon jó, tehát hogy ezt a cuccot kell használni. Ha valamit elvisztek erről az előadásról, legyen 2 dolog. Az egyik, hogy rakjuk fel azt a HTTPS-t, mert nagyon-nagyon egyszerű, ahhoz képest amennyi mindent nyerünk vele. Okay? A másik pedig, hogyha titkosítani kell, akkor itt van ez a libsodium nevű library, amire van mindenféle nyelven binding, Pythonba, JavaScriptbe, Java-ba, .NET-be, mindenem van, de és az olyan nyelveken is, amiket nem említettem. A második, ami egy fokkal nehezebb ennél, de még mindig teljesíthető, az az, hogy ezt az egész dolgot, amit ma hallottatok, ezt el kéne magyarázni egy barátotoknak, és a barátszónak a definíciójára azért itt emlékezzünk, tehát olyanok a barátok, mondjuk akik jelentkeztek a meetupra, de nem jöttek el. Tehát, hogy az ilyen barátok, mert őnekik azért valószínűleg megvan az előképzettségük ehhez. Amit még itt említeni akartam, igen, hogy a nagymamával is lehet próbálkozni, de az egy kicsit nehezebb. Amit viszont ehhez segítséget a dolog az az, hogy el lehet vinni ezeket a szlájdokat. És az azért segít egész sokat, mert ez ilyen jó kis interaktív dolog. Ki az, aki úgy érzi, hogy azért valamit ebből, valami azért ragadt? Király! Na ez mind én voltam! Nem. Tehát ez nyilván ez azért van, mert értitek, mert megvan az előképzettség. Az utolsó dolog, ami a legérdekesebb, jegyzetfüzeteket lehet elővenni, az pedig az, hogy én egyébként írok egy blogot, aminek ez a címe, ami szintén rajta lesz a szlájdokon, és ezt egészen jó, vagy érdemes meglátogatni, mert hogy hasonló témákról beszélek, emészthető módon. Tehát a security az egy ilyen, annak nem csak a titkosítás a blackbox, hanem egész sok minden blackbox azon belül, és ezen a kis blogon, ezen leírok olyan dolgokat, amiket jó tudni, és hasznos is lesz nektek, mert ti vagytok a célközönsége. Van-e bárkinek kérdése? Nagyon jó, sokkal érdekesebb módon választottam ezt ki. Az volt a cél, hogy cikkeket akarok írni, nem pedig menedzselni akarom a platformot, úgyhogy először majdnem fizettem érte. De csak majdnem, mert hogy $20 egyébként a Ghost nevű Node.js-es JavaScript-es dolgon fut, de nem ez a lényeg, hanem hogy majdnem fizettem érte, $20 egyébként a hostingja ennek a dolognak, és hát jó, mondjuk azért fizetnek itt annyit az Emarsysnál, hogy a $20 ne legyen gond, de bizonyos okok miatt, ezek elvek, tehát hogy nem fizettem ki érte $20, ha én is meg tudom csinálni. Úgyhogy vettem egy DigitalOcean-ös VPS-t, $5-ért, és havonta, tehát ez egy havonta lévő nyereség, ez havonta $15 jelent nekem, és ezen a DigitalOcean-ös csodán futtatom. Ezt a self-managed Ghostot, amit egyébként meg is patcheltem, mert nem volt teljesen jó. Úgyhogy ez egy ilyen anti-practice, de hogy én ezt csinálom. De attól még működik, tehát hogyha most megnézed, akkor ez bejön, meg hogy úgy van megcsinálva, hogy van előtte egy ilyen Cloudflare, úgyhogy ha netán lehal, akkor is elérhető. Tehát hogy nem veszitek észre, ha nem működik, úgyhogy ez így. Úgyhogy mindig működik. Igen. A többi játékban az volt a feladat, hogy a támadónak csak egy 50% esetek 50%-ánál jobban vagy rosszabban tudjuk tippelni, hogy melyik üzenetet. Így van. Igen, az egy... Hát erről vannak white paperök. Képzeljünk el egy olyat, pont a TLS-nek a próbáját, tehát ezt az SSL V3-at, amikor ezzel az adaptív chosen ciphertext dologgal megtörték. Ott valami olyasmit kell elképzelni, hogy az emberke módosítgatta az üzenetet, és úgy, hogy annak az üzenetnek az első valahány byte-ja, illetve az utolsó valahány byte-ja, az egy padding volt, tehát annak egy ilyen fix struktúrája volt, és az alapján, hogy a struktúra jól nézette ki a módosított üzenetben, vagy rosszul, ez alapján tovább tartott a számolás szerver oldalon, vagy rövidebb ideig tartott szerver oldalon. Ezzel el lehetett érni azt, hogy egyetlen bitről kinyerje, hogy mi annak a nyersmása, és van egyébként egy olyan lemma, pont az RSA titkosításra, hogyha egyetlen bitéről meg tudod mondani, hogy micsoda, akkor abból meg lehet mondani az összes többi bitről is, hogy micsoda. Van róla a white paper, egy ilyen 10 pár oldal, pár képlettel, tehát hogy meg lehet érteni, de azért kell beletenni egy kis effortot. Úgyhogy azt, hogy pontosan hogy csinálták, hát azt nem tudom megmondani, de ott van a white paperbe. Arra kell rákeresni, hogy CCA2 iMessage, és ez így fogja magát hozni. Google-ben, Bing-ben, Yahoo-ban, DuckDuckGo-ban, mindenben hozza. Van-e még kérdés? Igen. Kicsit félek is feltenni, de hogy volt olyan, hogy a Charles az megdobta Alice-t, hogy ő volt a valóban. Igen. Nagyon betitkosított üzenetet, tehát egy zöld, amit ő vissza. Így van. Dobott Alice-től, titkosítottam volna, hogy választ. Így van. Az mit? Tehát miért küldött neki Alice-t titkosítani? Kicsit csalóka az ábra, hogy egyszerűbb legyen érteni. Ott nem feltétlenül Alice-nek küldi, hanem van egy decryption orákulum, bárki, aki képes erre. Azért volt ott Alice a példa, mert ő triviálisan képes erre, de mondjuk képzeljük, pont a TLS-esben ott ez volt a szenárió, ott nem kellett teljesen kititkosítani az üzenetet, csak máshogy kellett egy kicsit viselkedni másfajta üzenetekre. Tehát, hogy ilyet azért nehéz találni a való életben, hogy... Igen, csak így egyszerűbb érteni, hogy teljesen ki van titkosítva, de egyébként nem szükséges az, hogy teljesen ki legyen nyitva az üzenet. Elég, ha csak ilyen kis apróságok vannak belőle. Mondjuk egy bit. Az elég apróság. Van-e még kérdés? Szuper! Akkor utána lehet még kérdezni privátban is, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok.